ki az, aki hisz a fiú és lány közötti létező barátságban, és ki az, aki azt gondolja, hogy nincs fiú és lány között barátság. Szerintem így kész feltétele, ki az, aki hisz benne? Szerintem fiú és lány között nincsen, vagyis nem, inkább köztük van, de férfi és nő között nincs. Mert férfi és nő, bennük már benne van ez az ösztönös, az érzelmek, például ejteni a vadat, meg ilyenek, szóval férfi és nő között egyszerűen nincsen barátság. Fiú és lány között van kiskorban, de ahogy már érzed az ösztöneidet, meg vannak különböző vágyaid, akkor már nem tudsz szerintem barátságot létesíteni egy, mondjak ilyet, hogy csinos hölgy között. Tehát akkor azt gondolod, hogy amikor még kicsik vagyunk, akkor még lehet barátság, nagykorunkban már nem? Persze, mert mikor nagy vagyok, akkor én egy lányjal már nem úgy viselkedek, vagy egy nővel, mint ahogy kiskoromban, hogy na gyere, játszodjunk valami. Mondjuk van egy barátnőm, és mellette van egy pár lány barátom, most akkor miért érezzek irántuk testiséget, hogyha van egy barátnőm? Ha van egy barátod, mármint lány barátod, és van barátnőd, akkor minek van egy tucat lány barátod? Olyan szempontból nekem, amikor lány barátaim vannak, akik barátok, akkor ott én azt nem veszem tényezőként, nem tartom számon, hogy ők most lányok vagy fiúk. Amikor a barátom van, akkor benne meg tudom én kapni például a legjobb barátomat is, tehát úgymond a szerelmemben egyben a legjobb barátomat is. Tehát ez a kettő nem két külön dolog, mert szerintem egyben meg tudod kapni mind a kettőt. A barátomat én is a legjobb barátom, tehát neki mondok el mindent, azon kívül nincsen számomra más ember, tehát van úgy, hogy lányokkal se tudnám annyira megbeszélni, mert tudom, hogy veled, hogy ő tud a legjobb tanácsot adni. Hogyha szerelmes vagy valakibe, akkor először is ezt az embert úgy elfogadod, ahogy van. Úgy érzed, hogy szüksége van rád, és nem muszáj együtt lenned vele folyton, elég, hogyha mondjuk látod. Tehát, hogy például nem muszáj folyamatosan beszélned vele, csak látod, hogy ott van tőled 10 méterre, ott áll, és az is így megnyugtat, hogy ott van a közeledben. Szerintem a szerelem az, amikor csak rá tudsz gondolni, mikor felkelsz, mikor fogat mosol, amikor mész az iskolába, amikor egyszerűen történik veled valami, és az első gondolatod az, hogy hogyan fogod neki elmondani. Én is valahogy úgy képzelem, hogy folyamatosan csak azon gondolkozom, hogy ő vajon hol van, és mit csinál, és gondol-e őre is annyit rám, mint én őre. És abban teljesen biztos vagyok, hogy a szerelemhez idő kell, és nem először így varázsütésre alakul ki. És arra úgy képzelem, hogy minden apróságról, és minden mozdulatról, és minden illatról ő jut eszembe, vagy egy kedves emlék vele kapcsolatban. Ha azzal vagy, akivel szerelmes vagy, akkor az egész világ el is tűnhetne tőled, mert nem számít, hogy mi van a világon bárhol máshol, csak az a fontos, hogy ti hogy vagytok. A szerelem az, amikor csak ő létezik számodra, és folyamatosan rá gondolsz is, és csak számlálod a perceket, hogy mikor találkozhattok megint. Folyamatosan azt látjuk, hogy mindenki elválik, így a házasság nincsen komolyan véve, mert mindenki úgy van vele, hogy jó, hát házasodjunk össze, maximum elválunk, ha nem működik. És szerintem ez egy kicsit aláássa az egész házasságot. Éppenség itt nálunk is délvidéken volt a magyar állampolgársági papír. Most ez nem azt jelentette nekünk, hogy magyarok lettünk, magyarok leszünk, vagy éppenséggel folyamatban van, hogy azok legyünk. Mi papír nélkül is magyarok voltunk, ezt nem kellett senkinek bizonyítani. Magyarul beszéltünk, magyar szülőknél, magyar falukban, magyar szorványokban voltunk. A papír az csak annyi ott van benne, hogy bizonyítsa valakinek, de most kinek bizonyítani? Ádám Éva papíron esküdött Istennek, hogy hűséges leszek, kivel csaltad meg volna. Tehát sokan azt hiszik, hogy akkor így építik a kapcsolatokat, így rohannak, így próbálják minél jobban fejleszteni, aztán jön a házasság is, akkor így hátradőlhettek, így mindennek vége. De szerintem ez nem így működik, folyamatosan foglalkozni kell a másikkal is. A házasság az csak egy határ, amit meghúzza magadnak. El sem tudom képzelni, hogy ne házasodjak meg. Ez egy olyan része az életnek, ami meg kell, hogy történjen. Olyan, mint hogy van gyereked. Az is szerintem borzalmas, mikor az emberek azt mondják, hogy ők el tudják képzelni, hogy egész életükben csak a munkájukkal foglalkozzanak, és mindig így nézek rájuk, hogy dehogy is, hát az életnek a legfőbb, egy nőnek a legfőbb feladata tulajdonképpen, hogy gyerekei legyenek, és ehhez szerintem a házasság szükséges. Magának az esküvőnek szerintem van egy ilyen család összetartó szerepe is, szóval
meghívod az összes rokonodat, akik csak él és mozog, és aztán jól megeteted őket, és mindenki annak örül, hogy megtaláltad az igazit, remélhetőleg az igazit, és ünnepelik a párt. Ennek szerintem nagyon nagy szerepe van, és az embereknek szükségük van arra, hogy érezzék, hogy a legfontosabb emberek az életükben, a családjuk és a legjobb barátaik támogatják őket, és eljönnek, és megnézik az esküvőt.